A képzés 10 héten át tart. Az első két hétben, október 17-től 29-ig 8 általános iskola diákja vett részt a tanfolyamon, majd 32 középiskola tanulója váltogatta egymást. Az utolsó 10. héten a diákok egyetemi oktatóktól tanulhattak. Nekünk itt nagyon tetszik. Sokat társalgunk, de volt kreatív műhelymunka, valamint fejlesztjük a szociális intelligenciánkat, és más iskolák tanulóival is ismerkedünk. Van több műhely munka is. Ennek az egésznek az a lényege, hogy újat tanuljunk, de megismerkedjünk azokkal a tanulókkal is, akik szintén a jó eredményeik miatt érkeztek ide, és lehet, hogy a jövőben pont ezek az emberek fognak segíteni nekünk az életben és a munkánk során. Ezek a kapcsolatok sokat jelenthetnek a jövőre nézve. Minden nap csináltunk valamit. Tegnap például Karlócán jártunk és ellátogattunk néhány egyetemre. Abból, amit egész héten csináltunk, a társalgás, az ismerkedés és a tapasztalatcsere tetszett a legjobban. A pályázati felhívás iránt nagy volt az érdeklődés. Összesen 104 iskola jelentkezett, fogalmazott a tartományi oktatási segédtitkár. A tartományi oktatási titkárság 10 millió dinárt különített el a tanfolyam megvalósítására. A tanulók 6 napot töltenek itt, azaz 5 éjszakát. Összesen 40 iskola tanulója vesz részt a 10 héten át zajló képzésen. Vajdaság legtehetségesebb tanulóinak második alkalommal szervezték meg a tanfolyamot, és a jó eredményeknek köszönhetően jövőre sem marad el ez a projekt, tette hozzá Milica Vucsicevics.